Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy az Antal József Tudás Központ nevében megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a Visegrád Bridge diátadó ünnepségen Antal Józsefné Klára asszonyt, a néhai miniszterelnök feleségét, az Antal József Tudás Központ alapítóját. Mádül Dalma asszonyt, a néhai köztársasági elnök úr feleségét. Lech Valensa elnök urat, a lengyel köztársaság egykori elnökét, a visegrádi együttműködés egyik alapítóját. Schmidt Pál elnök urat, a Magyar Köztársaság egykori elnökét. Boros Péter volt miniszterelnök ura. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter ura. Gulyás Gergelyt, az országgyűlés alelnökét. Kárla Wursterovát, a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatóját. Excellenciás urakat és hölgyeket, és mindenkit, akik ma megtisztelnek jelenlétünkkel bennünket. Engedjék meg, hogy mielőtt meghallgatnánk a köszöntőbeszédeket, pár szót szólhassak a Visegrád Bridge díjról. Az Antal József Tudás Központ a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával azért alapította a díjat, hogy elismerje azon személyek tevékenységét, akik sokat tettek a visegrádi együttműködésért, legyen szó az oktatás, a diplomácia vagy a politika területéről. Nagy örömünkre szolgál, hogy a díjat, mely egy szobor és 10 000 eurónyi pénzösszeg, elsőként Lech Valensának, a visegrádi együttműködés egyik alapítójának adhatjuk át. Engedjék meg, hogy külön köszönetünket fejezzem ki Veres Gábor művész úrnak, aki a műalkotást készítette. Külön köszönet Kövér László házelnök úrnak, Gulyás Gergely alelnök úrnak, Lázár János miniszter úrnak, illetve a miniszterelnökségnek, a Nemzetközi Visegrádi Alapnak, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének, és mindenkinek, akik segítségükkel nagyban hozzájárultak a díjátadó megvalósulásához. Most pedig átadnám a szót Lázár János miniszter úrnak, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Igen, tisztelt elnök úr, kedves laudált, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Kivételes sors, ha egy embernek megadatik, hogy történelmi idők tanúja lehessen. Még így van ez Kelet-Közép-Európában is, pedig itt ezek a bizonyos történelmi idők folyamatosan egymást érik. Az azonban, ha valaki nem csupán tanúja, de főszereplője, sőt mondhatjuk alakítója is a történelemnek, már olyan személyes teljesítmény, amely az utókor emlékezetére is méltó lehet. Lech Walesa ilyen ember. Nem csak tanúja volt Lengyelország, illetve a kelet-közép-európai régió, sőt, a hidegháború mentén kettészakított világ történelmének, de nyugodtan mondhatjuk, a történelem alakítóját is tisztelhetjük benne. Lech Walesa történelmet írt, pedig csak egy szakszervezetet akart létrehozni. Azt akarta, hogy ne csupán a munkásokra hivatkozva, és ne csupán a munkások nevükben, de végre az érdekükben is hozzanak meg fontos döntéseket. A világtörténelem legnagyobb változásai mögött mindig a hétköznapi emberek egyszerű igazságai vannak. Munka és kenyér, a felelősség mellé jog, szabadság és önrendelkezés, hogy ne idegen erők mondják meg,
hogyan éljük az életünket. Egyenlő mérce ember és ember között, és ehhez hasonlók. A valódi politika ilyen hétköznapi igazságokról szól, nem pedig különféle izmusok nevében megfogalmazott elvont bölcsességekről. Az a meggyőződésünk, hogy az izmusok korának leáldozott. Véget ért, amikor egy bátor gyári munkás, bizonyos Lech Walesa nevét megtanulta az egész világ. Hölgyeim és uraim, igen tisztelt elnök úr! Mint minden történelmi életút méltatásának, úgy Walesa elnök úr laudációjának is kortalan aktualitása van ma. Bár a világunkban sok minden megváltozott Lech Walesa színrelépése óta, és nem utolsó sorban miatta, a mai méltatott életút nem csak emlékezete okán fontos. Fontos a jelenben érvényes tanúságai miatt is. A modern demokráciák egyik legnagyobb kihívása éppen az, hogy a politikai elit egyre inkább elveszíti a közvetlen kapcsolatát az emberekkel, egyre inkább elveszíti közvetlen kapcsolatát a társadalommal. A hétköznapokban megfogalmazódó tapasztalatok, panaszok és szándékok csak áttételeken keresztül közvetve jutnak el a politika alakítóihoz. A népakarat így rendre csak kisebb mértékben, vagy torzulva képes érvényesülni, mint ahogyan a demokrácia lényege szerint kellene. Ez a modern politika válsága, amelyre egyre több országban igyekeznek hatékony válaszokat adni. Elsősorban a közvetlen demokrácia intézményeinek ösztönzésén, a néppel való szorosabb együtt kormányzás gyakorlatán keresztül. A mai laudált élete minden ilyen a valódi népfelség elvéhez visszatérni akaró politikai erő számára valódi tanúság. Azzal együtt is, hogy Lech Walesa olyan korban élt, amikor a politika nyíltan a nép ellenében gyakorolta a hatalmat, ő tehát nem elégedhetett meg pusztán azzal, hogy felerősíti az emberek szavát. Neki meg kellett teremtenie, neki pótolnia kellett a demokrácia hiányzó intézményeit is. Mindenek előtt egy olyan szervezetet, amely nem a politikai igazságokat képviseli az emberek között, hanem az emberek igazságát képviseli a politikában. Az általa alapított és általa fémjelzett szolidaritás nevében azt hirdette, amit a világ összes diktatórikus rendszere ki akar ölni a polgárok egymás közti viszonyaiból. Az összetartás erényét és az együttműködés képességét. Az egyéni túlélő ösztön helyett a közösségben való gondolkodás bátorságát. Nevében tehát ezt képviselte a szolidaritás, szellemiségében pedig éppen azt, amit akkor még nem képviselt senki, a hétköznapok igazságát, a csöndes többség akaratát a közös ügyek alakításában. Lech Walesa a hétköznapi valóság embere volt. Azé az igazságé, amelyet a diktatúrák mindig megpróbálnak megtagadni, és amelyet a szabad világ politikai vezetői is egyre gyakrabban próbálnak figyelmen kívül hagyni. Ezért minden korban szükség van a Lech Walesához hasonló munkásokra, akik készek és képesek megjavítani a hétköznapok szándékosan vagy gondatlanul elrontott igazságait. Diktatúrában a reményhez, a szabadság korában pedig e szép remények valóra váltásához kellenek az ilyen emberek, akik sosem félnek megkérdőjelezni azt a rendet, amely a hétköznapok igazságával szemben lett megalkotva. Bizony, zsarnokságban a felszabaduláshoz, demokráciában pedig a nemzeti érdeket, az embereket szolgáló kormányzáshoz van szükség azokra, akik, ahogy egy nagy magyar költő is mindig mondta, sosem fogják be pörös szájukat. Akik mindig minden hatalmat készek visszatéríteni a hétköznapok igazságához, a csöndes többség akaratához, a népfelség szó szerint értett elvéhez. Lech Walesa tudott és mert is ilyen ember lenni. Így válhatott Kelet-Közép-Európa megtestesült lelkiismeretévé, amely sokunk jobbik részeként végre elutasította azokat a sötét alkukat, azokat a féligasságokat és hazugságokat, valamint azokat az egyéni és közös megalkuvásokat,
amelyekre a kommunista diktatúra épült. Önmagában már ez, a kommunista diktatúra alapvető hazugságainak leleplezése is elegendő indok volna ahhoz, hogy a magyar nép nevében most tisztelettel üdvözöljük őt. Ám munkásságának hatása, életművének következményei messze túlmutatnak a zsarnokság lebontásában. Szerepe elévülhetetlen abban is, hogy a kommunizmus romjain végre elkezdődhetett valami újnak a fölépítése. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim! A világnak azt a szegletét, amelyet a nemzetközi politika nyelvében ma visegrádi együttműködésnek neveznek, mi, lengyelek és magyarok pedig a tágabban vett hazánknak gyakran formálták történelmi kölcsönhatások. Egymás történéseire fogékonnyá tett minket a párhuzamos, sőt időről időre egymással összefonódó történelmünk, az úgynevezett geopolitikai helyzetünk, és mindenek felett talán leginkább egyfajta szellemi és lelki rokonságunk is. Forradalmainkat és szabadságharcainkat mi, lengyelek és magyarok, egymástól bátorítva és egymásért is vívtuk. Mi magyarok jól tudtuk, éreztük ezt, hogy Lech Walesa a mi szabadságunkért is áldozza fel a saját szabadságát. Hogy szimbólummá vált szervezete a szolidaritás nem csak a lengyel és a lengyel közötti, hanem a szomszédos népeket elnyomóival szemben, és a közös együvé tartozást is kifejezte. Ezért fogalmaztam a laudációm elején úgy, hogy Lech Walesa nem csak a saját hazája, hanem a régió, sőt a hideg háborúval kettémetszett világ történelmét is átformálta. Ha ugyanis a világ két szélsőség között ketté szakad, akkor azt összeforrasztani csak egy helyen lehet, mégpedig középütt. A kelettel szembeni szabadságharc nem csaphat át a nyugat fetisizálásába, miképpen a nyugat józan kritizálja sem jelentheti az idő kerekének visszaforgatását. A nagyhatalmak közötti örlődésben szocializálódott kelet-közép-európai agy számára a mai napig nehézséget okoz, hogy ne vagyokban gondolkozzon, hanem az ések mellett leginkább saját magában gondolkozzon. Nálunk ma elvtelen keletbarátnak bélyegzik azt, aki kritizálni meri a nyugatot, és nyugatbarátnak nevezheti magát az, aki nem érti, vagy zsigerből utálja a keletet. És ebben a szélsőséges értékválasztásokra kényszerítő vitában épp az önmeghatározás, a mi önmeghatározásunk veszik el. A kik vagyunk, és mit akarunk, vagy mik vagyunk, mi kérdése. Mit akarunk, mire vagyunk képesek, mi lengyelek és magyarok, és csehek és szlovákok, mi visegrádiak közösen. Lech Walesa lezárhatatlanságában is teljes életútja tanulsággal szolgál ebben is. Ő a kelettel szembeni fellépés, majd a nyugattal való együttműködés után eljutott oda, hogy Lengyelországban, illetve azon messze túlmutatóan a visegrádi négyek csoportjában meglássa a középen levés erejét, a híd szerepben rejlő lehetőségeinket. Lech Walesa megtanulta és európai államférfiként tanítja, hirdeti, ahhoz, hogy ne legyünk újra kiszolgáltatva a keleti szélnek, de ne váljunk csupán a nyugati világ másodlagos piacává sem, képeseknek kell lennünk, a saját lábunkra állnunk. Képessé kell tennünk a régiót, Kelet-Közép-Európát arra, hogy így együtt valódi nagyhatalom legyen az Európai Unióban. Olyan hatalmi centrum legyen Kelet-Közép-Európa, amely a most kialakuló új világrendben nem csupán a polgárai számára tudja biztosítani a békét és a gyarapodást, de hozzájárulhat, igenis hozzájárulhat a nyugat és kelet közötti új egyensúly megszületéséhez, illetve a kifáradni látszó Európai Unió felfrissítéséhez, versenyképességének javításához is. Lech Walesa álhatatosságából, politikusi államférfiúi pályája fordulataiból egész Közép-Európa, a visegrádi együttműködés minden egyes tagországa tanulhat és erőt meríthet. A mai kitüntetés annak kifejezése, hogy Magyarország akar és fog is belőle tanulni.
Kedves elnök úr, hölgyeim és uraim! Végül, de nem utolsó sorban hagy szóljak egy szót magáról a díjról is. Meggyőződésem ugyanis, hogy a díjról beszélve egyúttal a díjazottról is szólok. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott, a visegrádi együttműködés közös díjának tekintett Visegrád Bridge kitüntetés és az első díjazott, Lech Walesa kapcsán ugyanis kétségtelenül igaz a régi mondás, nomen est omen, a név egyúttal előjel is. Ez a kitüntetés ugyanis híd, amelyet nem csupán a visegrádi országok között kell felállítani, hanem a közép-kelet-európai térség és az Unió, valamint a nagyvilág más térségei között is. A díjazott pedig olyan ember, aki életében maga is híddá tudott válni. Híddá, amely a kommunizmusból a szabadságba vezetett. Híddá a hétköznapok igazsága és a politikai elit között. Híddá, amely kapcsolatot tudott teremteni ott, ahol korábban csak fal és vasfüggöny állt kelet és nyugat között. Megtiszteltetés a magyar kormány számára, hogy a Visegrád Bridge elismerést először Lech Walesa úrnak adhatjuk át, és azt gondolom nem csupán a magyar kormány, hanem minden magyar ember számára megtiszteltetés ez. Köszönöm kitüntető figyelmüket!